Egy kiállított is filmezik. Mindig, de azt látom, hogy a kollégák viszont ilyen dolgokon nem dolgoznak, hanem csak úgy vannak is összesok. Tehát már hol az? Most pönt van valahol, keres. Egyik van, vitrínben. Van itt, tényleg? Nem láttam. Ja. Végül már is ezért. Kérdünk valamit? Ja. Szervusztok! A ma itt megnyíló kiállítás azt demonstrálja, hogy a politikának van egy reálpolitikán túli hatékony szférája is. Ez az ideálpolitika. A szemizdat alternatív kultúrája győzött Közép- és Kelet-Európában 1989-ben. A reálpolitikai felfogás szerint az európai bolsevik diktatúrákat a régeni túlfegyverkezési verseny és az államszocializmus gazdasági csődje mutatta meg. És ez alapjában véve igaz is. Ám a belső ellenzék, a szemizdat és az autonóm szellemi tevékenység mutatott fel alternatívát a diktatúrával szemben, ezért e köré kristályosodott ki a krízisek nyomán az új,
demokratikus intézményrendszer. Én ilyen a szamisztát. Mondom, te vagy az öreg partizán. Aztán csak igazat mondhatsz. Jó, jó. A valódit nem is mondhatok, csak igazat? Valódit is lehet, igen. Jó. Igazat, ne találtam valódit is. Hát nézd, egy alapigazság például, hogy a Galántai Gyurinak a körte pálinkája, az minden összehasonlítást kibírt. Csinálta ezt a fotót? Igen, tőlem is kérdezte, ja? Nem tudjuk. Ismeretlen. Valószínű vagy a Laca, vagy valakinek volt egy gépben. Hogy a Lenke, nem a Lenke volt? Nem volt ott akkor. Lenke még nem volt. Vagy a Szűk Csaba, vagy a Szent Iványi Kár. Thank you.
felek között mindenféle feljelentő titkos jelenlőkat is. Én majdnem elsírtam magamat, ilyen szellemi színvonalat a magyar elhárítás. Síralmas volt mindenféle szempontból, úgyhogy fel vagyok villanyozva, ez egy multi színvonal is. Hát ez kultúra, igen. Az meg politika. Igen, igen. Na, az egy nagy különbség. Igen. És a politikának nem volt ilyen jó besugója. Algol nem akart. Akarták az algolt használni politikai, tehát más területen, de nem nagyon találtam anyagot. Egyedül a SETA, a SETA anyagokban, SETA-ról szóló anyagokban van algol. Te, idefő, az algol nem akart hallani a kultuszminiszternek? Menjünk, igen. Na, szóval ez a formájában az a személyiségok megsértése? Hogyha... Szerintem a személyiségi jog megsértése volt az, hogy volunk ezeket. Ezzel egyetértek, csak kérdezem, hát hogy ez... Ők nyilván úgy gondolják, hogy én valószínűleg megsértem az a személyiségi jogait, tehát nyilvánvalóan toljunk a személyiségi jogait. Világos. Én akkor meg... És nyilvánosságra ja. Arra emlékszem például, azt kifigyel, azt ez nem tudom. Ez tiszta mítosz, gyerek.